Na, nézzük, Bohár Dániel milyen ügybe keres. Üdvözlöm, polgármester úr, bocsánat. Tiszteletem, tiszteletem, Dániel. Kicsit megfrusztam, ne haragudjan. Semmi gond, semmi gond. Én nekem meg fontos volt, hogy én is tudjam rögzíteni, úgyhogy úgy beszélünk, hogy Jó, mi is rögzítjük, jó? Nagyon, Köszönöm. szuper, Hallgatom, tökéletes. Dániel. Hát igazából az lenne az első kérdésem, hogy mit gondol erről az egész Magyar Péter jelenségről? Hát ez egy rendkívül sokat mondó történet, amit látunk most, hogy az elégedetlenség az Orbán rendszerrel, a pedofiliával, a csátba küldött magyar katonákkal, a rekorderinflációval, ígéretekben nem tartással az olyan magasra szökött Magyarországon, hogy a mostani Magyar Péter, mint új reménység mögötti lelkesedés, az egy mutatója, egy fokmérője annak. Tehát míg 21-ben mondjuk az előválasztás idején én is megtapasztaltam, hogy milyen sokan bennem látták a reményt az Orbán korrupt rendszer leváltására, az akkori számokhoz képest, amit most Magyar Péter el tud érni mozgósításban, az annak a sokszorosa. Ez azt jelenti, Ugye, hogy hát az elégedetlenség is a sokszorosa. Mondta ön is, hogy 2021-ben, illetve a 22-es választási kampányban egy ideig ön volt a baloldal reménysége, a Nem a baloldal baloldal, hanem a jobb oldalnak messiása. elsősorban, a baloldalnak nyilván volt már Hát sok, a jobb oldalnak én voltam. A baloldali pártok színében indult ön is Meg a jobb ráadásul. oldali pártok színében, igen. Meg milyen jobb oldali párt? TK? Vagy Nem, kirekondott? nem, hát a Jobbik például, hogy más nem mondjak, de ugye A ami Jobbik, minden... mint jobb oldali párt? Hogyne, hogyne. Még nem, most ne is erről vitatkozzunk. Tehát, hogy ön is volt az ellenzéki összefogás messiása, lát ilyet bele mondjuk Magyar Péterbe? Feltétlenül, hát nyilván még egyszer mondom, mindenki, aki azzal az ígérettel, racionális ígérettel kecsegteti Magyarország rendkívül kiábrándult és apátiába süllyedt lakosságát, hogy megszabadítja hazánkat 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormányától, amögött óhatatlanul kialakulhat egy ilyen, én ezt valóban tapasztaltam 21-ben, és aztán most azt látjuk, hogy ez annak a jóval erősebb változata. Tehát én nekem nem tudom, hogy volt... De ezt mi alapján mondja? Hát Hát amikor akkor mondok kettőt, 2021-ben elnézést, önt megválasztották bizonyítékot az mondok. előválasztáson, akkor Igen, nagyon népszerű így volt van, nagyon népszerű az voltam, de... ellenzéki körökben. Így van, nagyon népszerű voltam az ellenzéki körökben, de soha nem tudtam volna egy 50 ezres, nem, hogy egy 150-200 ezres vagy még nagyobb tüntetést összehozni, és soha nem volt nekem sorozatban olyan posztjaim, amit mondjuk a Facebookon 30-40 ezeren lájkoltak. Ő neki De meg gyakorlatilag minden egyes posztja ilyen. Azt tudja, hogy tehát azt, hogy valakit mondjuk Jakab Pétert is sokan lájkolták ugyanebben az De nem időszakban a ennyien. Facebookon. Igen, nem Hát de ennyien. nagyon, hát majd, hogy nem hasonló mértékben. Nem, Tehát hát nagyon akkor sok lájkot gyűjtött, de ezt Dániel, nem tudta Dániel, ez igaz, szavazatra azt nem váltani. tudta, de most csak úgy összehasonlításképpen mondom, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt, március 15-én mi komoly szervezéssel egy 100 000-es tömeget rendezvényt tudtunk csinálni, akkor a Fidesz hát egy több 100 000-eset mondjuk így a békemenetet. Most Orbánnak a tüntetés, vagyis a múzeumi beszédjén legfeljebb, ha harmadannyian voltak, mint Magyar Péter március 15-i beszédén, nem beszélve a most szombati nagy tüntetésről a Kossuth téren, ahol ennek a sokszorosa volt ott. Tehát ezt nagyon egyértelmű, vagy hát mondom, akár a lájkbajnokságon, ha úgy tetszik, nézze meg, hogy a Orbán, aki eddig mindig vezette ezeket a listákat, és most valami harmadannyi reakciót vált ki Orbán Viktornak egyetbejegyzése, mint Magyar Péteré, és ez bizony annak a jele, hogy a társadalom nagyon komoly igény van a társadalomban, a volt fideszes szavazókban is arra, hogy ezt a korrupt bűnöző bandát elzavarják, és a erről pedofil fogunk még bűnözőket beszélni. Börtönbe zárják. Annyit még segítsen meg, hogy említette, hogy ön is volt az ellenzék nagy reménysége, aztán az ellenzék nagy reménységéből egy történelmi vereség lett. Igen. Akkor ezt hogy értékelné? Ezt így, ahogy mondta, igen. De most az a kérdés, hogy ez egyik, ugye most egy Hát igen, nagyobb itt hullám arra jön. gondolok, hogy Tehát akkor volt egy összefogás. A messiások, mint ön Igen. is egy messiás, Magyar Péter is egy Nem messiás, messiás, vagy... reménység, maradjunk abban. Tehát mindesetre van egy reménység, akiben azt látják, hogy esetleg majd ő legyőzi Orbán Hát igen, csak Viktort. önben is ezt látták, és Én egy bennem is ezt kiló látták, kukta lett belőle. mi egy látványosan másik modellt követtünk. Én jobboldali keresztény ember létemben azt mondtam, hogy a baloldali pártok is szükségesek ahhoz, hogy Orbán Viktor leváltsuk. De csak baloldali Magyar, pártokkal indult, nem, a jobb és DK-val, az baloldaliakkal, nem. MSZP-vel, Hát a meg a Jobbikkal, meg Párbeszéddel. a Momentummal, meg a Mindenki Momentum, mint Magyarország a jobboldali párt mozgalommal, azért elég a Mindenki erőteljes. Magyarország a mozgalommal, és a kiábrándult fideszesekkel indultunk akkor is.
Most a baloldali pártok nélkül csinálja ezt Magyar Péter, tehát ő egy másik Baloldali stratégián pártok dönt. képviselői kint voltak a tüntetésen, illetve folyamatosan Nem, hájkolják Magyar Pétert. A baloldali pártok éppen összefogtak, és erős kritikát fogalmaztak meg Magyar Péterrel szemben. Én még azt sem mondom, hogy ezekben a kritikákban esetleg nem lehet valami igazságmag. Baloldali politikusok ott voltak a tüntetésén. Tordai Bence, hát Jámbor András, folyamatosan Berki Sándor. Nagyon helyesen tették. Folyamatosan arról beszél Magyar Péter, hogy Gyurcsány és Orbán egymást tartják hatalmon. Ezt hogy értékeli, Dániel? Hát ugye itt most ez a régi módszert vetjük miben, hogy én kérdezek, ön pedig válaszol, ameddig van kedve hát válaszolni. Hát részben mondom, vitatkozunk, tehát, azt mondanám, tehát hogy inkább ugye ez a... Ja nem, én alapvetően kérdéseket teszek fel önnek. Hát nem, azon, még ha kérdéseket tenne föl, de nem, hát Dániel kijelent valótlan dolgokat. Tehát Dániel azt állítja, hogy engem csak baloldaiak támogattak, ez nem igaz. A Magyar Pétert baloldal támogatja, ez se igaz. Hasonló mintázatokat látok ma, igen, ez jó. 2021-ben, pont az ön... Igen, ebbe egyetértünk. Ebbe egyetértünk, igen. És igazából engem az érdekelne, hogy hogy látja, hogy a vége az ugyanaz lesz, vagy más a vége? Hát nézze, mi akkor alul maradtunk valóban a fideszes sajtóval, a propagandával, a hazugságokkal szemben. Ugye megvágott felvételek, lejárató kampány, stb. Önök most ezt Magyar Péterrel szemben csinálják, de úgy látom, hogy egyelőre teljesen hatástalan. Tehát ami az akkor minek? Működött, az most nem biztos, hogy fog működni, Dániel. Azt hogy látja, hogy Magyar Péternek, hogyha itt a friss felméréseket megnézzük, akkor elég erőteljes elszívó képessége van az ellenzéki pártoktól. Tehát igen, de ez minket nem zavar. A Momentum az elszenvedője az ő szírelépésének. Amíg a DK is. Én szerintem a DK-tól is rengeteg embert fog elvinni. Mert ugye a DK-nak a szavazóinak kb. 75%-a az csak azért van Gyurcsány pártja mögött, mert azt gondolják, hogy legerősebb ellenzéki pártként nekik van legnagyobb esélyük arra, hogy Orbánt eltakarítsák és börtönbe jutassák. Ezzel szemben most jön valaki, akinek ennél sokkal jobb esélye van erre, akinek még bizonyítékai is vannak, ami alapján be kéne börtönözni a teljes Fidesz vezetés gyakorlatilag. Tehát, hogy óhatatlanul, akik eddig Gyurcsányban látták azt, hogy még őneki a legnagyobb az esélye arra, hogy elszámoltassa Orbánt, annak ellenére szerintem sokszor bebizonyította, hogy nincs ilyen szándéka. Most Magyar Péter sokkal hitelesebben mutatja ezt a lehetőséget, és ezért akik emiatt támogatták eddig a DK-t, az körülbelül a DK szavazók háromnegyede, azok egy jó része, az biztos, hogy a DK-t is ott hagyja most. Tehát ilyen értelemben a Fidesz számára az a félelmetes, nem az az érdekel, az kit érdekel egy kvázi diktatúrában, hogy az ellenzék, hogy rendeződik át. Nem. Minket csak az érdekel, hogy a korrupt bűnözők menjenek börtönbe. Erre pedig most mindennél nagyobb esély van. Pusztán a számok alapján is az látszik, hogy ez sokkal nagyobb lelkesedést vált ki, mint akár 21-ben az én fellépésem, akár bármi más, amit emlékszünk az elmúlt 14 évből. Magyar Péter jobb messiás, mint ön? Természetesen, hát hogyha önnek messiás kell, akkor legyen Magyar Péter messiás. Nem, ezt én kérdezem öntől. Hogy hát de ön azt állítja, hogy messiás. Én nem mondtam soha, hogy messiás Magyar Péter, sőt ellenkezőleg. Én azt mondom, hogy nem messiás kell, hanem valaki, aki börtönbe juttatja a bűnözőket. A pedofil, migránsbetelepítő, magyarokat háborúba küldő Orbánt. Tessék börtönbe juttatni. Arról mit gondol, hogy azért a valós celebek, Nagy Ervin, Noár, és akkor még hosszasan tudnám sorolni, influencerek, Showtime Zsolti, Gulyás Márton azért egekig magasztalják. Meg néha kritizálják is, de ezzel nincs baj. Nincs baj. Van, amikor kritizálják, van, amikor magasztalják. Én emlékszem még a Gulyás Mártonnak a kérdéseiből azért, én a második interjújában már azért éreztem némi kritikus élt megjelenni, vagy a Showtime-os Zsolt, ő például én úgy emlékszem, hogy először kimondottan kritikus volt, és aztán talán visszafordult onnan is. És önnek rosszul esik ez, hogy most jött egy új szereplő? Nem, aki... nagyon jól esik. Nagyon, iszonyatosan jól esik. Annyira boldog tényleg? Vagyok, igen. Így van. Tényleg? Nagyon jól esik. Hát csak hogy azért kezdem, hogy nem lett volna esetleg jobb, hogyha ön lett volna ez a szereplő. Ó, nem. Nekem az a legjobb, ha nem nekem kell leváltani a korrupt gazembereket, hanem megteszi hát ezt mást, akkor én arra, több időm jut is a családomban. Volna, ön is szerette én most volna is szeretném leváltani, de hogyha erre valaki alkal... Én azt is elmondtam akkor, Dániel, hogy én ezt azért csinálom, mert akkor nekem volt erre a legjobb esélyem. Én nem vagyok vak, hát én azt látom, hogy most erre a legjobb esélyem Magyar Péternek van. Én mindig azt fogom támogatni. Akinek a legnagyobb esélye van, korrupt, pedofil támogató, migráns betelepítő, magyarokat háborúba küldő bűnözőknek a börtönbe juttatására.
Arról mit gondol, hogy Magyar Péter hogy viselkedett a volt feleségével, Varga Judittal? Erről rendőrségi Hát, jegyzőkönyv is készült, Varga hát az egy Judit nagyon maga is súlyos, beszélt borzasztó róla. súlyos dolgok ezek, igen. Tehát az, hogy Varga Juditnak az állításait mennyire lehet komolyan venni, azt azért mutatja, hogy ő folyamatosan arról Ő beszélt, hogy szerint nem lehet komolyan venni egy Varga Judit bántalmazott nő állításait? Nem. állításait? Varga Judit nem bántalmazott nő, elnézést. Hát Varga Judit bántalmazó. Mert gondolom arra gondol Dániel is, nem? Hát Varga Judit bántalmazó. igen, hát Varga Judit sosem mondta azt, hogy a férje őt egy újjal is bántotta. Soha. Azt viszont Varga Judit elismerte, hogy ő bántotta a De férjét. azt tudja, és remélem azért ebben egyetértünk, hogy a kapcsolaton belüli erőszak az nem csak fizikai erőszakon alapul, hanem magatartás, verbális agresszió, és hosszasan tudnám még Igen, sorolni. de fizikai erőszak is volt ebben a kapcsolatban, viszont egyelőre minden bizonyíték arról szól, hogy Magyar Pétert bántalmazta Varga Judit, a Tehát felesége. akkor ön azt mondja, hogy ebben a kapcsolatban Magyar Péter az áldozat? Hát eddig csak erre van bizonyíték. Az összes többire csak szóbeszéd. Tehát azért mondom, hogy az, hogy a rendőrség egy miniszter, ráadásul igazságügy minisztert, az őt őrző rendőr lead egy jelentést, amit annyira nem tartottak fontosnak az Orbán kormányban, hogy erre bármit lépjenek. Hát az hogy lehet hiteles bizonyítéknak elfogadni, mert ha tényleg lett volna ilyen kapcsolat, akkor Orbánnak kötelessége lett volna a saját miniszterét megvédeni. Ez De a akkor, miniszter... ha jó, csak hogy értsem, akkor ön egy bántalmazott nőnek a szavainak nem ad hitelt. Egy bántalmazott nőnek igen, Varga Juditnak nem. Tehát ön szerint Varga Judit nem egy bántalmazott nő. Hát nem tudjuk, hogy az vagy nem az, de az, hogy ő egyedül De ezt előbb azt mondta, állítja. hogy nem az. Nem, bocsánat, azt tudjuk, hogy ő bántalmazó. Azt tudjuk, mert erre van bizonyíték. Az, hogy bántalmazott, arra nincsen bizonyíték, de azt tudjuk, hogy ő maga beszélt arról, hogy Magyarországon a nők védelme tökéletes, és ő egy nagyszerű családban élt. Tehát valamikor biztos hazudott. Tehát amit 100%-ig biztosak vagyunk benne, hogy Varga Judit már hazudott. Magyar Péterről még ezt nem tudjuk. Tehát akkor önnek lényegében belefér az, hogy mondjuk egy férfi egy konyhakéssel a konyha közepén járkál felle, miközben ott van a felesége és a feleségének az édesanyja. De ezt honnan veszik? Varga Judit beszélt Na de erről hát az előbb szerintem. megbeszéltük, hogy semmi hitelt nem tudunk adni Varga Judit szavainak. Bocsánat, a Pegazus botrányba bele kellett volna bukjon. A Völner Sádő botrányba bele kellett volna bukjon. A kegyelmi botrányba végre belebukott. Tehát ez a sokszorosan szerintem bűnözőnek nevezhető Varga Juditnak a vallomását ön elhiszi, egy szavát is elhiszi ezek után, amikor pontosan Én tudjuk, egy hogy sorozatban hazudik. bántalmazott nőnek bármit mond, elhiszek, mert Hát ezt többet nagyon nem is. rosszul teszi, Dániel, mert mondom még egyszer, tehát Szerintem egy nő, akit ez bántalmaznak, a az nő, már egy akiről nagy dolog, beszélünk, az már ez egy nagy dolog, hogy szabadon, bocs, egyáltalán merünk Dániel, beszélni maga róla. elhiszi egy pedofil támogatónak a szavát? Magának egy Én pedofil támogató Varga Judit, hiteles? igazságügyi miniszterasszony Egy volt, bizonyított igazságügyi pedofil miniszterasszony. támogató. Bizonyított pedofil támogató. Maga hitelt ad, Bohár Dániel hitelt ad egy pedofil támogató szavának. Nem, én De. Varga Juditnak, egy bántalmazott nőnek a szavának De adok nem, hitelt, de és nem, azt minden nem más tudjuk. nőnek is, aki De Dániel, bántalmaznak, hitelt adok. ha maga pedofil, maga bántalmazó, és a többi, és ez csak mondja. Én nem vagyok pedofil. Nem, Azt de ezt maga szeretném. mondja. De hát a maga szavát se lehet elhinni, ne haragudjon. De én nem Hát mondtam ilyen, hogy folyamatosan pedofil hazudozik, vagyok. már érted, évek óta. Hát érted, magának egy szavát nem lehet elhinni. Most azt mondja, hogy nem pedofil, de hát ki tudja? Hát egy Hát pedofil nem pártban haragudjon, van. de szeretném visszautasítani. Dániel, egy Szerintem pedofil pártban pedofil van. nem Hát lehet. nyugodtan, hát a tessék fölvállalni, ha Nem pedofil, vagyok bátran pedofil vállalja föl. pártban, én a Megafon egyik véleményvezére Hát vagyok, arról nem már nem is pedofil. beszélek, hogy a Megafon hogyan támogatja a pedofiliát ezer módon. Mindegy, tehát akkor az a lényeg, hogy önnek ez nem vett vissza Magyar Péter hitelességéből, hogy a feleségével hogy viselkedett. Nem tudjuk, hogy hogy viselkedett. Valószínűleg tartom, hogy nem volt ideális a házasság, hiszen ezért váltak el. Az engem végtelenül felháborít, hogy a Fidesz ez nem zavarta. Éveken keresztül ezt a borzasztó botrányt megtűrték. Bájer Zsolt szerint 10 éve tűrték ezt a súlyos botrányt. Tehát És ő Magyar Péter személyiségét milyennek tartja? Esetleg találkoztak már? Soha nem találkoztam vele. És így a látottak alapján, amit így a nyilvánosságban látunk. Engem a legkevésbé Magyar Péter személyiség érdekel, sokkal inkább azok a bizonyítékok, amelyeket ő eddig is szolgáltatott arra, hogy Orbán maga áll az egész pedofil bűnszervezet működése mögött, illetve ez a bűnszervezet, amely nem csak embercsempészeket engedett szabadon, meg pedofil bűnözőket, de migránsokat, meg embercsempészeket. Mit gondol, jöhet amerikai pénz Magyar Péter kampányába is? Hát őszintén szóval ezt nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni, de hogy Orbán De ön Viktorhoz esetleg került megadja soros azt a pénz, azt tudjuk. telefonszámot,
Kinek a Meg ön telefonszámát? esetleg megadja azt a telefonszámot, aki ezt tudja intézni, nem tudom, Korányi Dávid telefonszámát. De ki kéri a Korény Dávidnak a telefonszámát? Hát mondjuk ön megadná Magyar Péternek, Hát de hogy nem kéri. de ön Természetesen megadná? nagyon szívesen segítek, hogyha ön, Bohár Dániel, kapcsolatba akar lépni a Korányi Dáviddal, és esetleg ki akarja fagadni Amúgy, egy... ha abban is tudna segíteni, azt is megköszönném, Azt de én nagyon most arra szívesen. voltam Igen. kíváncsi, hogy ön összekötné esetleg Magyar Pétert Korányi Dáviddal, És hogy aztán az önök meg amerikai leírják, pénzek igen, és tudjanak önök jönni. azt fogják, azt a hazugságot fogják leírni, én azon dolgozom, hogy összekapcsoljuk Magyar Péter Korányi Dáviddal, nem dolgozom ilyenen, nem érkezett megkeresés egyik féltől sem, semmi jele nincs annak, hogy bármi köze lenne Magyar Péternek Korány Dávidhoz, arra bizonyíték van, hogy Soros György Orbán Viktort kitartóan évtizedeken keresztül támogatta. Tehát egyelőre, továbbra is sokszor elmondtam már Dánielnek, egy bizonyított Soros ügynök van Magyarországon, a legkorruptabb rendszernek a máig fenntartója Orbán Viktor. Tehát egy Soros ügynököt ön már biztos, hogy szolgál. De akkor számíthatunk arra, hogy ha Magyar Hogy Péter Orbán kéri, Viktor, akkor ha tudnak beszélni én azt erről. is elmondtam már, hogy Orbán Viktor, ha abból tudna lopni, akkor büszke pedofil támogató lenne. Ezt 2 évvel ezelőtt mondtam, és lám-lám, milyen igazam lett. Hát kiderült, hogy tényleg pedofil támogató. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, Nagyon hogy tudtunk szívesen néhány máskor is. szót váltani. Remélem hétvégén sikerült kicsit Nagyon jól pihenni, túráztam, igen. kirándulni, úgyhogy Igen. sok erőt a héthez. Minden jót! 1243 méter magasságból beszéltünk szombaton. Gratulálok, az szuper. Minden Dániel, jót önnek, legjobbakat, viszont hallásra. Hát Bohár Dániel keresett engem, valóban még a Biharban kirándultam szombaton, amikor felhívott, hogy én Magyar Péterről szeretne kérdéseket föltenni nekem. Tudom, hogy ez most mindenkit érdekel, Bohár Dánielt valamiért kimondottan érdekli a Magyar Péter sztori, és próbálnak olyan videókat vagy hangfelvételeket összefarigcsálni, ezért kerestek nyilván engem is, meg gondolom más ellenzékeket is, hogy összesározzák ezzel Magyar Pétert. Hát majd önök megítélik, hogy kinek hisznek bármikor is. Mi azért szeretjük ezeket az interjúkat, beszélgetéseket csak kontrollált, felvett környezetben csinálni. Most is, ahogy előre szóltam Bohár Dánielnek, mi is rögzítettük ezt a beszélgetést, így élőben vagy kölcsönösen felvett felvétele. Mindig nagyon szívesen válaszolok a propagandistáknak is. Természetesen mi szemben Orbán Viktorral, meg Lázárral, meg a többi gazemberrel nem menekülünk a kérdések elől, nekünk nem provokáció, hogyha egy riporter kérdezni akar. Nyíltan, őszintén, tisztességesen gyertek velünk a tisztesség útján, váltsuk le ezt a rendszert, Ébresztő Magyarország, és ne felejtjétek, június 9-én szavazatok a Mindenki Magyarország a néppártra, és támogassátok mindenütt az ellenzéki, hiteles ellenzéki jelölteket majd az önkormányzati választáson ugyanazon a napon. Úgyhogy hajrá Magyarország, gyertek velünk a tisztesség útján!